No. Hát szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofont is előveszem, elnézést. Addig, amíg még néhányan csatlakoznak. Ma 17-én, hétfői nap, szokásos heti értékelővel indítottunk. Az a kérésem, hogy írjanak, köszönjünk egymásnak, hogyha lehet. Ez nekem nagy segítség, motivál. Köszöntöm Hajni, László Hajnit, Molnár István, Ster Florint, Nagy Jolit, Galambfalváról. Tehát kérem írják meg, hogy honnan vannak, illetve osszák meg ezt a videót. Nagy segítség nekem is, a munkatársaimnak is, és mindazon ügyeknek, projekteknek, amiről beszélgetek. Tehát, hogyha ezt a videót megosszák, hogyha ehhez a videóhoz hozzászólnak, köszöntöm Litróból Tatár Margitot is, Csomafalváról Bartali Zsenikőt. Tehát azzal sokat tudják segíteni a munkámat. Nem is tudják, hogy sokszor egy-egy hír, hogyha időben eljut megfelelő helyre, milyen nagy segítség lehet a mindennapi munkában. Az a kérésem, tehát osszák meg a videót, és írjanak, mondják el, honnan vannak, illetve tegyenek fel kérdéseket. Köszöntöm az Instagramon is a követőket, és bízom benne, hogy ma este is egy tartalmas beszélgetésben lehet részünk. Már csak azért is, mert nagyon sok témakör van, és kicsit értékeljük a hetet, illetve tervezzük meg ezt, ami fog következni. Köszönöm szépen, nagyon sokan feliratkoztak a TikTok fiókra, a Twitterre, LinkedInre, és bízom benne, hogy ilyen szempontból egy erős csapatként tudunk dolgozni. Most mondja, többen vagyunk, mint 70 ezeren, most már mindjárt 71 és fél ezeren leszünk, bízom benne hétvégére, és tehát 70.500-an leszünk, és ez egy akkora csoport, egy akkora nagy közösség, aminek már van hangja, van ereje, és több mindenben tudják önök is segíteni a munkában. Köszöntöm Szilveszter Erzsikét Székelykeresztúrról, Alfaluból Ilkát, mind-mind jó helyet, hogy jelentkeznek be. És hát ami újdonság lenne, most már egy 70 ezer fölött azt tervezzük, illetve erről is megkérem, írják meg a véleményüket, hogy ha osztott beszélgetést is tervezünk, tehát az, hogy most nagyon sok ember egyszerre bekapcsolódjon, akár az élőbe, annak van műszaki meg időbeli korlátja, hál' Istennek, hogy olyan sokan vagyunk, de az, hogyha megbeszéljük, hogy jövő héten valamilyen témakörben, fél percben, egy percben, bárkinek el szeretném mondani a véleményét, és az a vélemény, akár hogyha ellentétes az általam elhangzottakkal, de övön felül van, akkor azt szívesen fogadjuk. Úgyhogy Tatár Margitnak is mondom, akár jövő héten, egy hét múlva ez a székely, magyar-magyar székely témakörben szívesen fogadom az észrevételeiket, és azok, akik fél percben vállalják, hogy tudják fél percben elmondani a véleményüket, néhány embert osztott élő keretében megpróbálok beengedni. Most látom például a Kanabé Gabriellát jelentkezett, hogy beszeretne lépni. Itt a szabályokat le kell először beszéljük, mert ugye kollégáimmal együtt lássuk, mit enged meg a Facebook, hogyan. Ladó Zoltánnak is köszöntöm, Svájcban van, de Madévfalvi. Úgyhogy ez lenne egy újdonság, amivel mindenféleképpen várom, illetve hogyha kérdéseket akarnak szóban feltenni saját arcukkal, vagy akár arc nélkül, csak a hangjukkal, akkor erre keressük a lehetőséget. Még jönnek, írjanak ötleteket, mi az, amit próbáljuk meg a közvetlenség ügyében, és higgyék el, hogy ekkora népgyűléseket, vagy ekkora falugyűlés, vagy ekkora megyegyűlést, mindegy egy ilyen heti értékelőn, amit tartunk mi, hát nem lenne, ha nem lenne vírus, akkor sem lehetne megszervezni. Úgyhogy van ennyi esélyünk az online világban, hogy tudunk beszélgetni, önök fel tudják tenni a kérdéseket. Tehát itt alul írják meg a kérdéseiket, írják meg, hogy honnan vannak, írják meg, hogy hogy látják ezeket a beszélgetéseket, és osszák meg ezt a videót. Na, két gyors hírrel kezdem.
Az első az, hogy jelenleg a megyei sürgősségi kórházban egyetlen beteg van, aki be van intubálva, tehát lélegeztető gépen van, és három van, aki az intenzív terápián van, tehát úgymond veszélyesnek van ítélve a helyzete. Úgyhogy ez, amit hallhattunk egyre inkább, hogy ez az új vírus nagyon ragályos, de nem annyira súlyos, tehát egyre inkább ez látszik, hisz a megyei tanácsnál is a munkatársaimnak egy jó, mit tudom én, 10-15%-a most elkülönítésben van, tehát pozitív lett, és de nem tudok egyik munkatársamról se, hogy kórházba került volna. A másik friss hír, amit szombaton mondtam el önöknek, itt együtt a Konrad ügymenedzser asszonya, hogy a Pseudomonas aureginosa baktériummal történt egy fertőzés a személyzeten, a megyei kórház személyzeti osztályán. 14 betegnél 13-at újra műtöttek, egy nem engedte, de az gyógyszeres kezelést kapott, és az eddigi, hát azt mondják, hogy az állapotuk a betegeknél jobb, mint amilyen volt, és továbbra is keresik a fertőzésnek az okát. Hol? Most már én is megtanultam, hogy keresik egy kórházi fertőzésnek, vagy bármilyen fertőzésnek az okát. Tehát vesznek, Bacsony Attila, beszéljünk róla konkrét érvekkel. Tehát amikor van egy baktériumos fertőzés valahol, például egy kórházban, vagy máshol, akkor vesznek mindenhonnan mintákat, és akkor egy ilyen mesterséges környezetben próbálják a baktériumokat, a bacikat úgymond számát növelni, és akkor úgy kiszámolni, hogy nagyjából mi hogy történik. Tehát a különböző, még vannak olyan minták, aminek a baktérium növelése, az csak holnap délutánra ér véget, úgyhogy én bízom benne, hogy holnap délutánra, legkésőbb szerdára lehet majd tudni, mi történt konkrétan, de az, ami az összefogás volt, illetve az, ahogy sikerült, hát azonnal, és legfőképpen, hogy van egy olyan műtőgép van itt a személyzeten, amilyen igazából az országból kevés van, és ezekkel lehet egy gyorsan újra beavatkozni. Meg szeretném köszönni a Fogolyán Kristóf, a Kovászna megyei tanács alárendeltségében tartozó kórháznak a felajánlást, hogy amíg most ez a néhány nap alatt letisztázódik, hogy a vízből, valamelyik vegyszerből, valamelyik betegtől, honnan van üdvözlöm Kovács Zsuzsannát, Tomorodról. Tehát, hogy honnan van a fertőzés, abban néhány napban a sürgősség műtéteket ott lesz elvégezve, ahogy letisztul, hogy mi a forrása, illetve hogyha baj van, gond van, akkor milyen szankciók lesznek, akkor utána vissza fog kerülni ide is, mit végzik el tovább is a műtéteket, már nagyon sok műtét került elvégezve, és ugye ez a szürke hályog műtét mentén történt ez a fertőzés. Oké. Portik Editet is köszöntöm, és kérem, hogy még írjanak, hogy látják, honnan vannak, milyen kérdésekkel foglalkozzunk. Itt sokan már temették ezt nem sokan, jó néhány, gúnyosan a heti értékelőt, hogyha nem menne vírus, akkor nem menne, amiről beszélni, ez nem igaz. Van miről beszéljünk, tömötten, összefogottan, és az önök segítségével próbáljuk szebbé tenni ezt a megyét, amiben élünk. Magyarországon február 15-től védettségi igazolvány átalakulótási igazolványa, és csak az kap ilyet, aki 3 oltást kapott, vagy 6 hónapon belül van a második oltása, tehát lesz Magyarországon egy változás 18 év fölöttieknek, és QR kódos rendszer lesz. Romániában január 26-án, tehát jövő héten kezdődik a 5-11 éves gyerekek oltása. Ausztriában kötelezővé teszik az oltást, és erről csütörtökön fognak dönteni az illetékes kormányzati szervek, tehát Ausztriában kötelező lesz az oltás.
Ami változás van, hogy a tesztelést kérhetik ingyenesen a házi orvosnál, azt is megértettem, hogy igenis baj van a rendszerrel. Tehát itt jönnek a jogszabályok, de az, hogy legyen kevés a bürokrácia, tehát beszéltem egyik családorvossal, aki mondta, hogy hát már szinte azért nem tudja vállalni az ilyen dolgokat, mert ugye volt ez az ingyenes 100 lejes voucher érkezési jegy az oltásra, és akkor valaki, aki nagyon ideges volt, még volt benne valamennyi alkohol is, egy egész napra szétverte a pácienseknek a fogadását, mert követelte a családorvoson az ő 100 lejes kaja jegyét, mikor ő már sokkal korábban volt átoltva, mint szeptember, múlt év szeptembere, de ő úgy gondolta, hogy neki jár a 100 lej, és a családorvos azt a 100 lejes utalványt zsebre vágta, és ettől kezdve egész délutánra az összes rendelése felborult, mert csak ordibálás volt és cirkusz. Úgyhogy Romániában ez az egyik legfontosabb probléma, hogy olyan, így jönnek ki, mint a puskán a golyók, a rendelkezések, szabályok, tehát ott mint a Bukarestben minden az szép lenne. Tehát olyan, mint a számítógépnek nyomnánk meg a billentyűt, csak akkor megnyomjuk az Enter gombot, és akkor ugrik egyet a karakter. De nem, tehát amikor le kell menjen a társadalom mélyében, amikor egy csomó embert kell foglalkozom vele, és akkor kiderül, hogy ilyen bürokratikus szabályok vannak, olyan bürokratikus korlátok vannak, ez sem lehet, az sem lehet, így lehet, úgy lehet, hogy fogják valahogy értelmezni, vajon elszámolják, vagy nem számolják-e, és nincs végíve. Tehát ez az Országos Vészhelyzet Bizottság talán jól tenné, hogyha egy kicsit szétnézne, szobálna olyanokkal, akik a rendelkezés végén vannak és kell alkalmazzák. Szobálnának egy családorvossal, szobálnának egy asszisztenssel, szobálnának egy iskolai igazgatóval. Tehát néhány olyan emberek kéne csak szobálni, akik kell alkalmazzák, egy rendőrrel, bárkivel. És ez Románia nagy drámája, hogy fentről így bam, 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 jön a sok rendelkezés, mintha csak az lenne magasabb értelmi szinten, aki ezeket kiadja, a többiek mi mind totál bután, totál homo sapiens korszakra jellemző módon gondolkodnánk, nem. És ilyen szempontból ez egy gond. Úgyhogy van egy új eljárás is, de már ugye, hogy járóbeteg rendelő, tehát rendszer, tehát mi azt mondtuk, hogy Covid ambulancián kell jelentkezni, akinek van fertőzöttsége. És nagyon fontos, aki tényleg, főleg aki nem akarja magát beoltatni, hogyha pozitív lesz, akkor a Corona Forms labba, tehát nyilvántartásba kell bekerüljön, és akkor csak az élvezheti a 180 napos jogosultságot, aki ebben a Corona Forms italon még egyszer be fogjuk tenni. És a kivizsgálások egynapos kórházi beutalásnak felelnek meg, tehát ha valaki elmegy erre a Covid ambulanciák, ami megyében 60, tehát Csíkszerdában van kettő, kín egy Somlyón, a másik itt a kórháznál, Gyergyóban a kórházban, Marosvízen a kórházon, Székelyföldön a kórházon és a Szentegyházi kórházon, amely a megyei tanácshoz tartozik. Tehát, hogyha oda elmegy, akkor kap egy nap szabad napot. Házi orvoshoz kell fordulni útmutatásért, és hát hívhatja a 112-t továbbra is, tesztet végezhet, és vagy jelentkezhet a sürgőssége. Jó, tehát ezek vannak. A tünetmentes személyek 10 napig, a beoltottak, illetve a betegségen az elmúlt 180 napban túlesetteknek 7 napig tart a fertőzöttség, az otthoni elkülönítés. Jó. Az oxigén szint, ma ahogy lehet kapni ezeket a kicsi kütyüket, ajánlom, nem tudom, majd a hét holnap keresünk ilyen linkeket, hogy hol lehet ilyeneket vásárolni, én nem árulok ilyen, csak mondom. Mi is vettünk itthonra, interneten rendelte meg a feleségem. Tehát, hogyha 94% alá csökken a vérnek az oxigén szintje, ha nehezen lélegeznek, ha erős száraz köhögés, magas a láz, és belégzéskor fáj a mellkas, és éreznek akár izomfájdalmat, akkor ezek mind-mind esélyesek. És ahogy már mondtam, az antigén gyors tesztek
Most ez az új típusú vírust nehezebben mutatják ki, tehát attól, mert az antigén gyors teszt negatív, nem biztos, hogy nincsenek megfertőződve. Tehát ezt igazából azt mondják, hogy a szakemberek a PCR mutatja ki. Kolumbán Szabolcs karanténról is néhány szót mondanék, ahogy ön is mondta, tehát üzletügyben lehet jönni egy napra semmi nélkül, és akkor az rendben van. Ha 3 napra jön, akkor kell negatív PCR teszt, amelyik nem több mint 72 órás, és akkor lehet jönni 3 napra üzletelni. Csak ezeket mind a határnál jelentsék be. Jó, a Hargita megyei helyzet, hát mától vörös zónába kerültünk, 3, vesző 0,4 a fertőzöttségünk, 7000-ig fölött van Gyergyócsomagfalva, 3 település van 6000-ig fölött, Csíkszereda, Gyergyószemiklós és Gyergyóalfalu, 3 település van 5000-ig fölött, Szentegyháza, Gyergyótölgyes és Oroszhegy, és a megye vörös. Az elmúlt 24 órában 43 esetet regisztráltak, ugye ez vasárnapi tesztelések, tehát vasárnap által mindig kevesebbet tesztelnek, és a kórházban ellátottak száma 125 Hargita megyében, akik fertőzöttek és otthon vannak, de nincsen probléma, töltik a 10 napjukat, vagy az egy hetet, tehát az egy hetet töltik, az 653, és a karanténban lévő 533. Ugye az elkülönítés azt jelenti, aki vírus által fertőzött és otthon kell üljön, de nincsen semmi gondja. A karantén, aki kontakt, ki a kontakt, aki maszk nélkül 15 percnél többet van 2 méter, másfél méter távolságra a fertőzöttől, és ezt ugye a fertőzött kell lejelentse, amikor felkerül erre a CoronaForms nyilvántartásban. Népszámlálásról bővebben fogunk beszélgetni jövő hétfőn. Tehát kérném a türelmet, én is meglepődtem, számomra sem egyértelmű, de kérdéseim vannak, és ameddig a kollégáimmal nem egyeztetek, nem beszélgetek, akik a népszámlálásnak a szakértője, az RNDS ügyeleti elnökségén, addig engedjék meg, hogy ma nem mondjam el erről a véleményemet, de furcsán. Tehát ahogy valahogy ilyen nekem most ez, de lehet, hogy van magyarázat, lehet, hogy van, vagy na, nézzük meg, jó? Tehát kérek egy hét haladékot a Székely versus Magyar, Magyar versus Székely témakörben. Az ország tekintetében hát mindenki vörös, úgyhogy ezzel nincs amit nagyon kezdeni. Románia sárga, és ezek vasárnaptól érvényesek. Az oktatás, Csíkszentmárton, mindjárt majd a végén, jó? Tehát az a kérésem, aki szeretné, hogy a településéről beszéljek, hogy mi a helyzet a végén, hogy nem mutassuk azokat, akik esetleg nem Hargita megyeiek. Tehát az a kérésem a végén, körülbelül egy 15-20 perc múlva érünk oda, akkor írják be a településeket, és fogunk beszélni, el fogom mondani, hol mi a helyzet. Jó, az oktatás tekintetében hát az ágyaknak a foglaltsága mentén történik az online oktatás, az áttérés. Én ezt mondtam, és nagyon dolgozunk rajta, hogy Hargita megyében ilyen ne kerüljön sor. Tehát lehet, hogy lesznek megyék, ahol elfoglalják az ágyak 75%-át, de pont most a beszélgetés előtt, ezért azért is késtem, kb. 31-32-kor hívtam fel a kórház menedzserét, hogy kapjak nagyon-nagyon friss információkat, és most már ugye az ötödik hullám, ötödik alkalom, tehát most az történik, hogy a kórház folyamatosan alakul át a megyei sürgősségi kórház különböző részlegei osztályai, Covid fertőzött osztályá. Először volt a tüdő, az most megtelt, most fog következni a fertőző, tehát a fertőzőről a nem covidos fertőzők le fognak jönni, fertőzöttek lejönnek a bőrgyógyászatra, az egy rokon szakma, akkor ott megint lesz egy covid, és akkor úgy egyenként majd az osztály, tehát hogy majd belgyógyászat, stb. Tehát ki fog alakulni, úgyhogy egyik célunk, és én ezt kértem, és elkértem mindenkit a megyében az egészségügyi ellátó rendszer tekintetében, hogy próbáljunk arra odafigyelni, hogy csak azért online oktatás legyen, mert a kórházi kapacitásunk
meghaladja 75%-ot. Hogy ez miért van, miért találták ki, stb. Nem tudom, de bízom benne, hogy Hargita megyében erre nem fog sor kerülni, és minden csütörtökön mondják, hogy mi a helyzet. Most január 14-én csütörtökön 22%-on volt az akkor létező ágyaknál. De az ágyak számát folyamatosan, ahogy alakítunk át majd egy-egy osztályt, azt lehet növelni. Úgyhogy ez ilyen tekintetben jelenleg zajlik az oktatás, és bármit mondott a miniszter, bízom benne, hogy úgymond nem fog a ceruza Hargita megye esetében. Persze, hogyha egy osztályban vannak fertőzöttek, akkor az át tud menni onlineba, de azért, mert a megyében nincs kórházi ágy, bízom benne nem lesz erre eset. Ha lesz, akkor itt önöket én fogom tájékoztatni, hogy olyan nagy a probléma. Tehát én nem vagyok jó Isten, nem tudom elmondani, hogy mi lesz, de a mostani számok és a tendencia mentén lehet, hogy tud menni. Németországból karantén, Russzu Zelma, tehát most nem mondom egyenként az országokat, de mindegyik ország, amelyik európai ország, vagy tehát vannak ilyen egzotikus országok, ami nem, de minden ország vörös, és karanténkötelesek azok, akik ezekből az országból jönnek, és nincsenek átoltva, nincsenek átesettségben. Úgyhogy továbbra is ajánljuk az oltást. Tudom, hogy most erre most meg fog jelenni, vagy 5-6 üzenet, hogy ezt nem mondjam, de mondom. Tehát én továbbra is hiszem az oltásnak a... Én meg vagyok győződve, az én családom átoltott, nem lett semmilyen bajunk, nem érezzük. Persze az oltásnak az általában mindenkit ilyen-olyan szinten megviselt, de azon kívül én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Jó, na, ez a digitális beutazási adatlap, tehát itt meg akartam állni, és kérném a segítséget önöknek is, mert tényleg itt egyik messengerre jött egy üzenet, hogy a fene megegye, más országban nem büntetnek azért, hogy ezt a PLF-et, tehát Passenger Locator Formot, tehát ezt a forma nyomtatványt, amit leghamarabb 24 órára a belépés előtt, vagy legkésőbb 24 órára a belépés után kell kitölteni online módon. Tehát, hogy Romániában büntetés van, 2-3 ezer lei, és csak így a postás hordja ki, és tényleg mondtam, nagyon-nagyon kegyetlen ez a dolog. Tehát csomó embernek, tehát egyszerűen nem volt tájékoztatás, nem volt megfelelő odafigyelés, és nincs honnan tudni. Tehát nézzék meg, hogy én személy szerint, tehát én, aki elég sokat utazom, elfelejtettem. Tehát van ilyen, az ember elfelejti. Mentem Brüsszelbe, az Régiók Bizottságának a gyűlésére, és nem azt mondták, hogy na, hamar csak ide ne, 2000 eurót, mert ez ennyi a büntetés, nem azt mondták. Azt mondták, hogy semmi baj, ott van egy asztal, ott egy szék, ott van önnel szemben egy QR kód, ha akarja telefonon, rámegy arra a QR kódra, és kitölti, ha nem akar telefonozni, akkor tessék szépen, itt van egy írószer, steril, itt egy formanyomtatvány, töltse ki. És addig nem engedtek be Brüsszelben a repülőtérről, nem tudtam kimenni, amihez nem töltöttem ki. De nem volt szó büntetésről. Nekem ez a baj ebben az országban, hogy tehát azonnal büntetni. Miért? Mibe kerülne az, hogy a határrendészet megnézi, van vagy nincs? Ha nincs, akkor azt mondja, tessék kocsival ott kicsit félrébb állni a sorból, tessék kitölteni, vagy a buszról tessék leszállni, vagy a buszon tessék kitölteni, és mikor a buszon mindenkinek ki van tölt, vagy a mikrobuszon, vagy a kocsiba, akkor be lehet lépni Romániába. Úgyhogy ebben a témában írtunk egy levelet, kérjük ebben a kérdéskörben is, hogy legyen valamilyen szintű normális bánásmód. Mert ebben az országban az oltás ellenesség, a teljes koronavírus elleni, hát úgymond lázadás, ami van, és láthatjuk, hogy milyen magas hullám, az ezért van, mert hogyha egyfolytában a gyereket ugye nyakleveseljük, tehát jó, én életemben nem adtam nyaklevest a gyerekeimnek, de mondjuk én kaptam, amikor gyerek voltam, meg gondolom a hozzám hasonló korúak kaptak, de tudjuk jó, hogy nem ezért tanultunk, meg kaptunk nyaklevest. És ma nem is adnánk nyaklevest a gyerekeinknek. Mert a szankció sosem hoz, tehát a szankció az valami rossz dolog. A rosszal jóra rávezetni az embereket a legnagyobb hülyeség. Tehát nem tudom, ki találta ki ezt a kemény büntetést, de vagy nincs gyereke,
vagy nem volt játszószobája, vagy nem tudom, valahonnan más kontinensről jött ide. Tehát itt nekem ez a bajom, ez a Passenger Locator forma, hogy miért ebbe az országba csak az ütéssel, a fenékbe billentéssel, a fenyegetéssel, a bilincsel, a bűnügyi dosszárral, a pénzbírsággal. Tehát nem lehet így a lakosságot jó irányba rávenni, mert egyből kialakul a dac, ugye? Aztán főleg nálunk itt, apropó, székely-magyar témakör. Nálunk ne? Na igen, még azért se. És abszolút, abszolút negatív dolog, úgyhogy itt a legbölcsebb döntés az lenne ennek az Országos Vészhelyzeti Bizottságnak, hogyha a büntetéseket újra gondolná. Tehát főleg az ilyent, ami ennyivel meg lehetne oldani, hogy a határőr megkérdezi, ki van töltve, vagy nincs, akkor tessék kitölteni. Ennyibe kerülne, tessék kitölteni. Jó. Tehát Németországból lehet jönni, és ha csak 3 napra jön, akkor nincs karantén, csak hozzon Bence Vilmos negatív PCR-tesztet. Jó, ugyancsak egy ilyen az oltással kapcsolatos dolog volt a méhnyakrák elleni oltás a héten, és én tényleg köszönöm Ambrus Lida doktornének, családorvosnak és Honpol György nőgyógyász főorvosnak, hogy végigbeszéltük, és itt is kiderült az, hogy hirdetik, hogy van ingyenes méhnyakrák elleni oltás, de kiderült, hogy csak a 2020-as igényléseket lehet teljesíteni, mert nincs rendszer, stb. Tehát ilyen teljesen összevisszaság van. Ezért írtunk egy levelet az egészségügyi miniszternek, hogy mit lehetne tenni és hogyan. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy másik dolog. Közben még jött itt több kérdésünk a hét folyamán Messengeren, hogy van egy ilyen, hogy hősanya pótlék. Meg is néztem, hogy hogy van a jogszabály tervezet. Úgy van, hogy legge pentru mamele eroine. Tehát a hősanyák az a kategória, akik 3 vagy több gyereket szülnek. És hát persze, hogy szokás, 2016-ban elfogadta az egyik ház, de a másik házban már nem ment, tehát át lett küldve, tehát a szenátus átfogadta, és át lett küldve a képviselőházból valahol egy fiókban megakadt. Tehát ez a válaszom, hogy a hősanya témakör. Ami a másképpen az van benne, hogy a nyugdíjazott anyukák, mikor nyugdíjkorhatárba kerülnek, hogyha 3 gyerek van, 30%, ha 4 gyerek van, akkor 40%. Juttatást kapnak az átlag nettó bérből havonta, de ez nem ment át. Gondolom, önök is tudják valószínűleg miért, hogy van egy olyan népcsoport, hogy nem-e, akkor az lesz favorizálva, de hát láttuk jól Magyarországon, Orbán Viktor milyen jól megoldotta, hogy szociális támogatás munka után jár, és nincsenek visszaélések, és nincsenek gondok, na de hátha, majd itt is lesz egy ilyen világ, és kitartást kívánok máskülönben Orbán Viktornak és csapatának. Megkaptuk mi is a levelét, és én bízom benne, hogy hát mindannyian ezt szívre veszük, és tudjuk, hogy előre kell menni, és nem hátra magyarországi választások tekintetében, de ma nem akarok kitérni a magyarországi választásra, hogy majd külön fogok beszélgetni, mert 15% a 70 ezerből olyan személy, aki magyarországi, vagy legalábbis olyan a Facebook szerint, a statisztikák szerint, hogy onnat követ, és akkor ez megér egy külön misét. Jó, Csíkszentmárton, azt is végén. Jó, a másik a hótanítás tekintetében, ugye ma volt megint valamekkora havazás, itt most megpróbálom megmutatni, hogy hogy néz ki az online térképünk, tehát ez Hargita megyének a térképe, is látják a zöld kicsi buborékokat, azok a hótanítógépek, akik dolgoznak, GPS-en lehet követni, ha valaki felmegy a hargitamegye.ro oldalra, akkor onnat el tudja érni, és láthatja, hogy a hótanítás hogy zajlik az ő térségében. Bármilyen észrevételük van, az a kérésem, hogy jelezzék, hogy tudjunk közbelépni. Aztán még egy pár információt kértem a kollégáim, hogy ma délután nagyon friss információkat tudjunk adni. A hótanításról Hargita megyében, tehát a hótanítóautók ebben a pillanatban, amikor én beszélgetek önökkel,
90% az utakon van, látták, és egy prevenciós szórás van. Azt kell lássák, hogy nagyon hideg volt az úttest, és most a havazás ráfagyasztotta, tehát csúszósá vált az út, és ezért van egy intervenciós szórás ott, ahol kisebb a hó. Ugye hát nem lehet a nagyon, tehát nekem is az udvaron körülbelül egy olyan fél centis hó van itt Csíkszeredában, persze hegyesebb vidéken lehet, hogy ez nagyobb a hó, tehát nem lehet azt letolni, de akkor fel kéne szántani az aszfaltot, mert azért az aszfalt nem mindig csak ilyen, mint a tükör, és ezért a sózás van. Jelen pillanatban havazik, fúj a szél, szélre kedd reggel 8-ig van érvényben lévő sárgakód. Tehát aki ma éjjel vagy hónap hajnalban utazik, tartson hozzá, hogy hosszabb lesz az utazás, mert havazás van ma este 10-ig az előjelzés szerint. Tehát ma, amikor beszélgetünk 17-én, január 17 hétfőn este 10-ig havazás van, még néhány perc, még 41 perc előjelzés szerint, és utána elindul a szél. Tehát ez a meteorológia előjelzés, akkor persze lehet, hogy valahol egy kanyarban, vagy bárhol nagy több hó lesz, akkor a fékezés, a többi baleset veszély van. Úgyhogy mindenki fokozott figyelemmel vezessen Hargita megyében, de gondolom máshol is. És igen, kérjük a tűzoltókat, tehát kérjük minden faluban a tűzoltókat, főleg azokat, akik önkéntes tűzoltókat megyei tanácssal szerződésben vannak, a láncfűrész, a fejsze, néhány eszköz legyen kézügyben, illetve erre kértük a hótaintó cégeket is. Németországból kell karantén, Barabás Laura. Minden európai országból kell karantén, ha nincs átoltva vagy átesettsége. Azért, mert várható a széllökések miatt, és hogy a fákon van hó, hogy lesz széltörés. Úgyhogy, és kérem az önkéntes tűzoltókat, a szolgáltató teljesítőket, hogy a megyei utak mentén, akivel van szerződésünk, ha még nem is ért oda a hótanító cég, de önök azt vállalták, hogy önöket felszereljük cserében ilyenkor, mikor baj van, évente 3-szor, 4-szer, 5-ször, akkor ott vannak, úgyhogy ezt kérjük az önkéntes tűzoltó parancsnokokat, és köszönet a munkájukért. Köszönet, mert biztonságban érezzük magunkat. Úgyhogy az ingázók tekintetében is rá kell készülni erre, és az autók mozgását itt alul betesszük, nézzék meg. Jó, tehát ezek a vannak. Bilinyos, már mindenki, Bencő Dénes írja. Igen, Magyarország is kell, tehát mondom, nem akarom egyenként sorolni az országokat, minden európai országból, hogyha jön, kell az átesettség vagy az oltás. Magyarországon kérdeztem, mert sokan kérdezték, hogy Magyarország innen Magyarország felé van-e valamilyen kitétel, nem, szokásos úti ottmányok kellenek, de nincs, ott nem kérik az oltást Magyarországra való beutazáskor, vagy az átesettséget. Másképp, mint alul beteszem a többi, még mert kérdeznék a többi országot, hogy lehet bemenni Németország, ugye oda, amoda, azt itt alul betesszük. Jó, a héten látták, hogy volt a széltörések mentén varság, hát óriási, tehát nagyon sok millió eurónyi széltörött fát sikerült lehordani, és ez egy közös egyesség volt. Én köszönöm mindenkinek a közreműködést és a türelmet, és bevállaltuk, de tudjuk azt, hogy most 9 közbirtokosságban volt jövedelem, a fa nem maradt ott és nem ölte meg a többit, nem betegedett meg a többi erdő, és van 9 közbirtokosságunk, ugye élen a varsági oroszegi, ott volt a legtöbb fa, amelyek tekintetében most van egy minőségi, tehát mennyiségi jövedelem, abból lehet közösségfejlesztés végezés, igen, a közbirtokosságnak az egyik feladata a közösségét, hisz a törvény azért volt létrehozva, valamikor azért lettek megalakítva a közbirtokosság, tehát nem azért, hogy a tagoknak minél több jusson egyenként, hanem a közösségi célokat hogyan lehet megvalósítani, és ilyen szempontból van, ahol ez már eltorzult, és csak minden arra megy, hogy a tag mennyit visz haza, de van, ahol nagyon sok jó példa van, ahol tényleg megoldanak ebből közösségi kihívásokat, mert ezt a közösség kapta valamikor, ugye apropó szipulicidium és madéfalvi védelmezés, tehát ez azért kapta a székelység, hogy védje a határt, cserében volt otthon iskola, volt ösztöndíj, volt templom, volt kulturális élet, tehát volt ruházat a katonáskodó székelyeknek, a lónak volt takarmány,
Tehát erről szólt a közbirtokosság, és ezt tudta az RMDSZ 2000-ben kiharcolni. Jó. Hegyi mentőink nagyon nagy akciókban vannak, látják, hogy most le kellett hozzanak egy halottat, sajnos valaki nekivágott szucsávából, hogy át kell a hegyen, nem jött össze neki, és a hegyi mentőink hozták le, és nagyon sok forró. Köszönöm. Meddig lesz az állapot, Ambrus Csaba, nem tudom. Tehát, de ez is lehet egy ad, és keressük akkor erre is a válaszokat, hogy kapjunk olyan szakembereket, akivel tudunk beszélgetni. No, a medvehelyzet nem javult semmit, az államfő a héten visszadobta a törvényt, ami adott volna intervencióra lehetőséget külterületen is, illetve az, aki használja a fegyvert, lehetett volna nagyobb biztonságban is, holnap után ne négyeljék fel, vagy hatolják fel, vagy akasszák fel az első fára, mint ahogy szokott ez lenni. Úgyhogy még a medvekérdésnek ez a kérdés része sincs megoldva. Erről volt egy európai beszélgetésünk, és ezt folytatom jövő héten is Brüsszelben. Most is Brüsszelben volt beszélgetés az Európai Vadászszövetségek képviselőivel, január 11-én a múlt héten, és most csütörtökön fogok jövő héten megint erről beszélgetni. Tehát nem hagyjuk fel ezt a témát. A csíki fejlesztésekről látták a héten, hogy hogyan haladtunk. Nagyon fontos nekünk Szent Annató, nagyon fontos az övezeti rendezési terveink, hegyeink, fenntartható turizmus. Tehát, hogy valahogy hogy lehet ezt úgy értékbe helyezni, hogy az unokáink is örvendjenek, semmit se tarolódjék le, ellenben legyen helyben jövedelem, tehát ez egy nagy kihívásunk, és ez erről szólt a Gyergyó térségi nap is csütörtökön, mert hiszem azt, hogy sok olyan jó projekt van, sok olyan jó dolog van, amit Gyergyóban együtt meg tudunk valósítani. Mi akkor is, hogyha vannak ennek ellenzői, van, aki ezt elirigyli, van, aki ezért ideges, van, akinek fáj, hogyha én beszélgetek emberekkel, van, akinek az fáj, hogyha egyik vagy másik sportágban vállalunk segítséget, közreműködést, de hát, vagy szoktam mondani, tehát erről ennyit. Utat kell építsünk, járdákat kell megépíteni, elektromos töltőállomásokat szeretnénk építeni, kerékpárutakat szeretnénk építeni, a hegyeinket szeretnénk fejleszteni. Tehát sor olyan témakör van, amiben együtt kell gondolkozunk, és mindez persze az egyháznak a közreműködésével, ahol van jó hangulatú, egymás felé forduló közösség, ott jobban tudunk építeni mi is. Úgyhogy erről ennyit. Közben kérem ha van olyan kollégám, aki a készült fotókat most az előbb mielőtt jöttem volna, hogy egy kicsit körbejártuk a medencét, a csíki medencét, néhány fotó készült, de nyugodtan be lehet tenni, hogy néznek ki a megyei utak most ebben a pillanatban. Úgyhogy erről szólt a Gyergyői térségi nap, és nem is tudtam, hogy létrejött egy ilyen, most tudtam meg Ambrus Árpád korábbi szomszédom Csomafalvántól, hogy jégvihar, nem? És ez azt jelenti, hogy jég, vidék és Hargita, tehát hogy tényleg a falusi iskolás kokinak az ügye, tehát ebben kérem, hogy azok is, akik egyelőre még húzzák a kéziféket, hogy engedjék azt el, hogy minél több gyerek tudjon hokizni, és gratulálok, nagyon sok szép fotót láttam, hogy a természetes jeget legtöbb gyergyói, illetve csíki faluban most már, illetve láttam udvarhelyszéki települést is, ahol van jég, tehát Hargita megyében azért a Korcsolya az ott van a szívünk mellett valahol, és akkor használjuk. Jó, örökbefogadás nagyon fontos, ha itt van olyan követő, aki szeretne gyereket örökbefogadni, és igazából meg szülőként szeretnék kezelni ezt a gyereket, tehát most nem az, hogy fizetésém, az egy másik dolog, vannak a hivatásos szülők, akik kapnak napi fizetést azért, hogy intézménybe jutott kerül gyerekekkel foglalkozzanak, akár otthon, az egyik kategória. Köszönjük az ő munkájukat, mert nagyon nehéz, és alul van fizetve, de az, aki tényleg saját gyerekként a saját nevére akarja íratni, testvérnek testvért szeretne, vagy ott, ahol esetleg meddőség miatt nem jött össze, vagy csak nem jött össze annyi gyerek, amennyit terveztek, tehát az örökbefogadás, és akkor persze most ne itt írják nyilvánosság előtt, hanem írják nekem, és próbálj az infokat szarkitamegye.ról címre, és tényleg nagyon jól állunk országos szinten, és tényleg azt szeretnénk, hogy minél kevesebb gyerek maradjon szülő nélkül.
mert az intézményesített ellátásban a gyerek 18 évesig, ha egyetemre megy, 26 évesig részesül, és utána pak, ez Románia, ki van dobva az utcára. De hogyha valaki egy családnak a tagja, hát ameddig él, ott van a családban, majd ő a maga során fogja segíteni a szüleit, amikor azok idősek lesznek, és talán ez egy szép dolog. Tehát az örökbefogadás nagyon fontos, nagyon fontos. Fogadjuk el azokat, segítsük, támogassuk, az óvodában ügyeljünk a gyerekeink, az iskolában, ne bántsák meg azokat, akik örökbefogadott gyerekek. Tehát sokat tehetünk azért, minden rendben legyen. Jó, ez egy felhívás, a másik felhívásunk a gasztronómia éve. Gasztropontokat szeretnénk, nagyon-nagyon szeretnénk bemutatni a két típusát az étkezésünknek, a vendéglátásunknak, a főzésünknek. Az egyik a tradicionálisabb, amit megszoktunk, ami nagymama, stb. Az is kell, főleg egy kemény fizikai munka után, de néha jól esik csak, hogy egy jót, olyant, amilyen nagyanyánk vagy édesanyánk főzött. És van a másik, a fellájtosított, a fine dining, ugye ahogy szoktam mondani Bíró Barna Botondal elnök úr, és gratulálok, hogy a Visit Hargit a csapatával együtt, nagyon minőségi, tehát nagyon nagy versenyben tudunk lenni. Tehát látják, elindult az egységes síkkártya ebben az évben is, tehát van bérlet, jön a vendéglátás, és jönnek a kis helyi gasztrópontok. Tehát mi nagyon szeretnénk azt is, kérem azokat a fiatalokat, vagy nem fiatalokat, akik akár az otthoni konyhából szívesen létesítenének gasztrópontot, törvények megengedik, hogy 12 személy ellátásig el, otthon a saját konyhába nem kell fekete-fehér folyosó, fekete-fehér öltöző, stb., hanem van erre egy speciális törvény, és szeretnénk, hogyha az étkezésen keresztül is, tehát nagyon szép látványaink vannak, de az itteni, a helyi kaja azon keresztül, ami van, tartsunk itt többet vendéget, és nagyon elférnek a nagy minőségi és szuper ételek vendégben, de gondolom, hogy mikor valaki 3-4-5 napot elmegy valahol, ugyanabban a vendégben nem akar menni reggel délbe este, hanem kell egy kicsi változatosság, és itt ebben kérjük a segítséget. És akkor emellé jön a rendszerünk is, és én tényleg köszönöm a bíztatást Böjt atyának is, hogy nagyon profi szakácsokat szeretnénk a képzésükben részt venni. Így most is vannak szakács képzések középiskolás szinten, de mi afölé mennénk, ne legyen a középiskolai rendszernek, középiskolai oktatásnak, szakoktatásnak konkurencia, hanem azok a fiatalok, akik megcsinálják az iskolát, és még azt gondolják, hogy szintet akarnak lépni, hisz Hargita megyében ebben a pillanatban 5 olyan szálloda épül, amely 5 csillagos, tehát nagyon magas szinten, ahol valószínűleg egy kaja egy 100 lejnél kezdődik, stb. Tehát minőségi ellátásra van szükség, ehhez kell a minőségi alapanyag, és ugye a székelytermékmozgalom, a helyi termékmozgalom, kiskertészek, a biósítás, a szövetkezés, a vágóhidak, a tejfeldolgozók, az zöldség, ugye most legújabb dolog, amit árulják önöknek, hogy készülünk a székelyföldi ribizli, bor és ször versenye. Igen, kezdünk ribizliben is nagy hatalommá válni, úgyhogy tartsuk a kapcsolat ebben a témakörben is, és sok minden kezd összeállni, amiből lehet munkahelyet, jövedelmet, és lehet, akkor nem kell külföldön dolgozni. Hargita fürdő felé, Horváth Sándor, meg fogom nézni mindjárt. Kételkedem, hogy ez így lenne, de hogyha nem jár semmi Hargita fürdő felé, akkor itt akkor be fogom tenni majd a GPS rajzot, jó? Hogy nézze meg ön is, akkor biztos, hogy lesz szankció a kivitelező szolgáltató cég felé, és Hargita fürdőnek nagyon fontos. Jó, a héten holnap Arter Alapítvány, népművészek mozgalma, nagyon sok érdekes dolog lesz, hogyha lehet akár élőben is, hogyha megtaláljuk azt a formát, akkor akár élőben is fog jelentkezni, hogy holnap délután reggeliben, délután 10 óra környékén, hát ha tudunk megint találkozni. Tibótban megnézzük az út leszakadás, hogy megy, illetve szeretnék ott azt mondják a szakemberek, hogy nem csoda, hogy leszakadt az út, mert a hegy oldalából így ömlik ki a víz. Terelőút Székelyudvarhely, arról fogunk beszélgetni, és itt elköszönöm a Bíró Barna Botont, Udvarhely székelyrendész ennek, hogy komolyan veszi azt, hogy milyen a forgalmi káosz, dugók vannak Székelyudvarhelyen, és ha valaki akar menni Csíkból Vásárhelyre, vagy onnan errefelé, akkor ugye rá kell számoljon általában minimum egy fél órát pluszba, hogy átmenjen a városon. És mi tényleg azt szeretnénk, hogy
olyan terveket készítsünk el a megyei tanács útjainál, ami legalább valamennyire tehermentesíti a városi forgalmat, és erről fogunk holnap reggel 8 óra 15 perckor beszélgetni az érintett polgármesterek, hogy erről is fogunk jelentkezni. Tehát számunkra nagyon fontos a székudvarhelyi terelőút. Másképpen pont szombaton a vásárban valaki mondta, hogy ugye nektek milyen jó, hogy Csíkba örventek azért, hogy nem úgy mennek esetleg a dolgok, ahogy mennek Csíkba, és nem olyan az együttműködés nekem személyesen azzal a polgármesterem, mint ezzel, és mondtam, nem. Nekem sokkal nehezebb. Tehát úgy kell összehasonlítani egy ilyen együttműködésnél, hogy van, amikor ki kell ásni az alapot, van az egyik helyzet, amikor oda tesszük a gépet, és a géppel hamar kiássuk, mondjuk ez Csíkszereda. Van a másik helyzet, ugyancsak azt az alapot ki kell ásni, de nincs gép, nem tudtunk megegyezni, hogy legyen gép, és akkor nekiállunk mind a ketten, és lapáttal csákánya. Tehát körülbelül ez a különbség. Sokkal több, és sokkal nehezebb, és sokkal jobban lehetne. Na de holnap lesz Korond községben egyeztetés, beszélgetés. Én nagyon szeretek Korondra járni. Ott vannak a községet alkotó falvak Korond mellett, és milyen, nagyon jó az élet, nagyon jó a közösség élet. Tehát Korondra járni, mindenkinek ajánlom, hogy járjanak. Akár az ottani vendégség, szokások, értékek. Jó, digitalizáció is itt óriási nehézségeink van, de most ezt nem sorolom. És hát holnap este, ugye ma este kezdődött el, vagy itt alul beteszek két-három fotót, vagy segítenek a kollégáim, az ökuménikus imahét Csíkszeredában, ma este a Millennium templomban voltunk, holnap este 18 órakor református templomban lesz. Szerdán beszélgetésünk lesz az alcsiki polgármesterekkel, ez évi tervek, költségvetés, nagy nehezen, egy hónap után pénzügy kiadta a számokat, tehát nézzék ezt az országot. Parlamentereink dolgoztak, feláldozták szinte az utolsó napjaikat is a múlt évből, hogy karácsony előtt legyen költségvetés, erre fel a pénzügyminisztérium szépen elment, gondolom, szilveszterezni, utána kivették, gondolom, a szabadságaikat, és a mai nap, tehát ma január 17-én küldtek számokat, amiből lehet költségvetés csinálni. Na, hát ez is egy helyzet. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni az alcsikiakkal, a Csík környékén, Csíkszentdomokostól Tusnádfődig a Metropolis övezet ügyének lesz gyűlése. Erdeiskola, apropó szülők, tanárok, oktatók, Erdeiskola mozgalom az most így fog kirobbani, meglátják. És szeretnénk, hogyha minden 5-8-as gyerek legalább egyszer néhány napot szabadban töltene, megtanulna eligazodni, megtanulna néhány dolgot, hogy miért is még pluszban érdemes szeretni azt a helyet, ahol született. És ezt nagyon széles mozgalomba készül előadó, tehát húha, tehát nagyon-nagyon-nagyon profi szinten, és gratulálok a népiskolánknak, illetve mindenkinek, aki az Erdélyiskola mozgalomban benne van. És hát fogunk egyeztetni a várossal, Csíkszeredával, hogy milyen EU-s pénzeket fogunk együtt megpályázni. És hát szerda este az imahét, ökumenikus imahét keretében Szent Ágoston templom 18 óra. Bízom benne, vissza érek oda. Csütörtökön a Magyar Kultúra napja. Több program lesz, több szervezetünknél, intézményünknél, de ugyancsak csütörtökön lesz Csíki polgármester találkozó, és utána lesz Gyergyói napunk, a Gyergyói nap keretében fejlesztések, tervek, nem érdekel, tehát nem érdekelnek a Pityaner kistílú tyúktolvajszerű megjegyzések, tehát ahol van együttműködés, ahol van közös gondolkodásra akaratot, tudunk haladni előre, és hát ugyancsak csütörtökön fog ülésezni a megyei RMDS szervezet, meg tudjuk nézni, ki az, aki dolgozott, ki az, aki nem, ki mit csinál, ki hogy bánik a talentumok, ugye a kapott mandátummal, tehát ki hogy kezeli a választók felhatalmazását, és állunk elébe, vagy állunk elé, akár így a nyilvánosság elét, akár önökkel együtt. És csütörtök este 18 órára vissza kell érjek, hisz Segítő Mária gimnáziumban lesz a következő ökuménikus ima nap. Pénteken egyeztetés a felcsiki polgármesterekkel, Magyar Kultúra napja keretében programok lesznek, és pénteken este lesz az Unitárius templomban 18 órakor az imahét. Szombaton a székelyföldi félharmóniának lesz előadása, és gratulálok, le is teszem a kájom, amit fogtam a kezembe, forrásközpontunk korábbi és jelenlegi vezetőinek, mert 15 éves évfordulót ünnepelnek, és azt gondolom a Harkita megyei forrásközpont a
nem csak a Hargita megyei, hanem a székelyföldi kultúra tekintetében komoly, értékes nyomokat hagyott eddig maga után. Én csak egy dolgot mondjak, ami legutoljára volt és közismertebb önök között is, az, hogy ma már magyarul, románul és angolul a székelység története ott lehet mindenkinek a polcán, és nincs kecmec, nincs mese, akkor lehet látni, hogy csak ez az egy dolog, de tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg. A Sziklusz Fesztivált újraélesztették, a kiadványaik, a Kányádi Sándor Központ, amit közösen akarnak Galanfalván létrehozni, a népdalversenyek, rengeteg kiállítások, tehát rengeteg minőségi teljesítmény van mögöttük, és hát a hétvégén az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyező Tanácsnak van gasztronómiai hétvégéje, úgyhogy aki szerencsésebb, bízom benne, hogy oda el fog menni, próbálok én is majd kinézni Varságra. És hát a felhívásaink keretében most már szeretném lezárni, költségvetés konzultáció indul el, holnaptól kezdve szóljanak hozzá, mire költs, merre menjünk, hogyan, hangsúlyok, stb. Nem arról van szó, hogy most populista módon, hogy a Facebookon döntsük el, de kíváncsi vagyunk az önök véleményére, hát vannak jó meglátások, úgyhogy itt alul is már a héten lesznek, és még fogok jelentkezni élőben, hogy hogyan lehet hozzászólni. És igen, mindazok, akinek van München és München környékén, tehát Bajorországon ismerősük és állattartás, szarvasmarha, juhtartással foglalkozik, az a kérésem, hogy segítsenek, mert február 8-9-én szeretném kimenni Münchenbe, és itt van egy probléma, ami felmerült a főleg a juhászaink részéről, a gyapjú. Ma a gyapjút általában vagy akinek van gépe, elássa a földbe, azzal szennyezi, mert nincs, amit csinálja, vagy elreszti a patakban, akinek van motorinája pluszban, azzal gyújtja meg, de semmi szint alatt ma nincs értéke a gyapjúnak, a bőrnek, és egy nagyon komoly kihívás, amire kell keresik a megoldásokat. Az egyik megoldás tud lenni ugye a biotrágya, a másik megoldás tud lenni az anyagnak az elkészítése, és ezért kérem, akik Münchenben vannak, München környékén vannak ismerőseik, február 8-án Münchenben találkozhatnánk, egyet beszélgessünk, hogyha van ilyenre hajlandóság, és hogyha tudnak segíteni, már van néhány kontaktunk leegyeztetve, hogy kikhez menjünk, de ebben a két napban még vannak üres részek, hogy megnézni akár egy-egy megoldást. Tehát ami érdekel minket, a gyapjú és a bőrnek a feldolgozása. Olyan cégekhez fogunk elmenni, ahol profi technológiával, környezetre semlegesen, hogy lehet ezeket olcsón elvégezni, de várunk minden javaslatot. Ja, és hát egy jó hírrel zárja, mielőtt elmondom a településeket, Cseh Attilának és az RNDS kormányzati szerep, tehát miniszterelnök helyettesének és a többi szereplőjének köszönöm szépen, köszönjük azt, hogy a Hargita megye 3,5 millió lejjel fog gazdálkodni pluszba, ez a borvizeink mentén befolyt jövedéki adó maradványa, amit lesz 40% marad a helyi a megyei szinten, és 40% megy a településeknek, és elmondtam, hogy gratulálok a Hargita gyöngyének, gratulálok a borszék gyárnak, borvízszőlőnek és a tusnádnak, mert 3,5 millió, ezt a 3,5 milliót nem nekem fogunk venni egy hiper-szuper jippet, amivel tudok kerülni a megyét, másképpen látják, mivel járok, hanem turizmusra, vendéglátásra fogjuk mind visszafordítani, és én erre fogom kérni a testületet, hogy ezt szavazzuk meg, véssük kőbe, vendéglátás, 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 ez a nagy lehetőség. Oké, akkor nyilvánosok a településeket, hamar elmondom, de még írjanak, hogyha van más kérdés, közben nézek fel is. Tehát Etéden 1,97 és 9,7 a reális teljes fertőzöttek számos tagócpontokat, családokat nem veszem szét, hanem a darabszámot az elmúlt 14 napban. Szent Ábrahámon 0,36 és 0,1. Jövő kedden Szent Ábrahámban járdalható a propon. Tusnádfürdőn 2,53 és 5. Balánbányán 0,55 és 5, Bélbor 0,78 és 9, Borszék 0,75 és 2,
fenyő 0,93 és 2, a kápolnásfalú 0,92 és 3, karcfalva 4,05 és 9, csicsó 17 és 3,46. Akkor mondom először a számot, utána az ezreléket. Csíkszentgyörgy 11 és 1,96, Csomagfalva, ugye ez a legnagyobb a megyében, 28 és 7,18 az ezrelék, Holló 5 és 2,8, Korond 9 és 1,08, tehát Korond zöld, Kozmás, pont az előbb írta a polgármester úr, polgármester csoportunkba, tehát ott 0 százal, ezrelék és 1, Keresztúr 0, tehát 9 és 0,83, Dánfalva 10 és 3,2, Ders 0, 0, 0, tehát tiszta 0, Oroszhegy 23 és 5,26, Ditró 7 és 1,05, Felső-Boldogfalva 18 és 3,12, Szépvízközség 5 és 1,06, Galócás 1 és 0,43, Gyergyószentmiklós 43 és 6,07, Alfalum 42 és 6,29, Szárhegy 21 és 4,97, Szentlélek 10 és 4,2, Lövéte 5 és 0,82, Középlok 21 és 3,94. Azért még közben felfelézek, úgyhogy írjanak, meg követem azt is, hogyha írnak. Felsőlok 4 és 1,48, Farkaslaka 6 és 0,83, Csíkmadaras 3 és 1,83, Homorod-Szentmárton 9 és 2,05, Homorod Almás 2 és 0,74, Csíkszereda 279, mindjárt jön Csíkszent Mihály is, Simon Mária. Tehát Csíkszereda a 279 és 606, tehát magas. És akkor Csíkszent Mihály 6 és 1,82 tisztelt Simon Mária. Bögösz 5 és 1,39. Okland tiszta 0, tehát a második település Dezs után Okland, ahol nincs fertőzött az elmúlt két hétben, is 0 a százal. Az ezrelék Székudvarhely 102 és 2,24, Csíkpálfalva 11 és 3,84, Kászon Altíz 3 és 0,71, Nagygalanfalva 5 és 2,58, mindjárt jön a Csíkszentkirály is, Parajt, jövő héten kedden Parajdon lesz a Sóvidék kistérség gyűlése, ott fogunk találkozni, ha valakit érdekel. 24 Parajdoni községben és 2,73, Csikrákos 6 és 2,51, Remete 19 és 3,29, Román András falva 1 és 0 az ezrelék, Csíkszent Király, akkor itt van Pomi Panzió, 18 és 4,87, Kászont már mondtam, 3 és 0,71, Mónika. Tehát 3 és 0,71. Csíkszentdomokos 18 és 2,42, Csíkszentmárton 7 és 1,28, Csíkszentsimon 12 és 3,03, Szent Imre 8 és 2,75, 10 Salamás és 2,97, Máréfalva 2 és 0,94, Újszékely 4 és 0,35, Madéfalva 8 és 1,79, Siménfalva 6 és 1,29, Várhegy 9 és 4,5, Újfalu 19 és 3,41 ezrelék, Szent Tamás 6, ami jelent 1,17 ezreléket, Marosvévíz 34 és 1,86 ezrelék, Tölgyes 19, 5,31 ezrelék, Tusnád község 1 és az 0,46-ot jelent,
Kányát 2, ami nullát jelent ezrelékben, Varság 8, ami 4,56-ot jelent, apropó Varsági sípa elindult, kérem, használják, ajánlom. A Szentegyháza Laica 41, ami 5,15, Vasláb 7, ami 3,56, és Zetelaka 9, ami 1,5. No, hát nagyjából remetét akkor elmondom még egyszer, hogyha akkor pont nem volt itt. 19 és 3,29, illetve Székely Keresztúr. Itt van a 9 és 0,83. Jó, na nézzék vissza, már megkapják, ha csak a végét nézik meg, akkor az utolsó 5 percet, akkor megkapják a települést, amit esetleg még nem mondtam. Nagyon szépen köszönöm, az a kérdésem, hogy osszák meg ezt a videót, a héten még fogunk jelentkezni, kérem írjanak, ez a kommentekre fogok reagálni, írjanak, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, úgy az Instagramon, mind a itt a Facebookon, hogy itt vannak velem együtt, és segítenek abban, hogy a legjobb döntéseket hozzuk meg. Ha valamit meg elrontunk, akkor próbáljuk meg azt helyrehozni tisztességgel, becsülettel, egyenes gerincsel. Szép hetet, viszontlátásra, osszák meg ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.